az egy szép összjáték, Holman középre, sarokkal és Bobko. Ez egy elég könnyelmű megoldás volt Bobkótól, de még mindig ott marad a labda. Laposan középre, és még egyszer megpróbálta ugyanaz Bobko. Ez már veszélyesebb volt. Itt az első megmozdulása. Ez nagyon erőtlen volt, és Vas pont arra mozgott, aztán itt elveszíti a labdát. Szatmári István Völgyi szerezte meg nagyon szépen, és még egyszer vissza Kantának, és van előtte terület is. Kanta egy csel befelé. Borbé is felzárkózik. Ellövi ballal mellé. Egy életerős löket Borbé Bálintól. Nem sokat tévedett a középpályás. Ott még a játékvezető mellett is el kellett mennie. Holma Magyeri engedi, aztán inkább visszafelé cselez. Bobko. Még egyet tovább, tűzsérkapásból fölé. Úgy döntött Tűzsér, hogy egyből kapura tekeri. Lehet, hogy várhatott volna még vele. Ott nincs előtte senki, Kanta érkezett még. Magasságbeli fölényben középen a debreceni védők, de így is sikerült fejelni, és itt van a mérkőzés első nagy bravúrja. Nagy védés Branislav Danilovics-tól. Baki érkezett ott középen, hogyha minden igaz, és egészen üresen fejelhetett Baki Ákos. Na nézzük meg még egyszer. Nem is Baki, Borbé volt az. Újabb szabadrugás jöhet. Borbé ezúttal kapura lövi. Meg kellett azért élnie oda Danilovicsnak. Meglehetősen távolról jött ez a szabadrugás, volt egy 35 méter. Vodicska segít neki kicsiben. Gera, szép összjáték Vodicskával. Vodicska még, ez a csel is jó, hosszan tolja meg, és 11-es. Gyönyörű összjáték után büntetőt kap az MTK. Kicsit kifelé tolta volna már meg ott a labdát Vodicska. Éppen csak el tudta érni, viszont nagyon nagy lendülettel jött ki a kapujából Danilovics. Na nézzük meg még egyszer. Eltolja, igazából ez egy teljesen jogos 11-es. Kanta József megszerezheti a vezetést az MTK-nak. Az 58. perc legelején, hiszen most már az is elkezdődött. Kanta tehát belövi. Vezet az MTK az 58. percben a csapatkapitány Kanta József büntetőjéből. Hát valami ilyesmit szeretett volna a pályán látni Teodoru Vasilis, a hazaiak vezetőedzője, amikor kettős cserével frissítette fel a csapatát a szünetben. És pont az a két ember hozta össze a büntetőt, akiket pályára küldött, hiszen Gera Dániel és Vodicska Bálint kényszerítője után alakult ki az a szituáció, ami után végül jöhetett az MTK büntetője, Kanta pedig könyörtelen ítélet végrehajtónak bizonyul. Kanta. Ramos ellövi. Megpattan Jovanovicson, nem sikerül még felszabadítani, Kanta lőhet, Danilovics véd. Egyre több a helyzet a mérkőzésen, és az MTK helyzetekből van több, annak ellenére is, hogy a fővárosiak vezetnek. Most jön a sarokrugás, el tudja fejelni ott középen Borbé, de mellé pattog a labda. A második fejese Borbénak, ami veszélyt okoz, az így jó passz, Szakály forgolódik egy kicsit, Jovanovics be tudja ívelni, Vas pedig el tudja fejelni, Holman rátekeri fölé. Ezúttal a lövést választotta tehát Holman. Volt ez jó kísérlet. Form próbálta meg elszedni előre. Vittek, be tud fordulni. Vittek, nagy védés Petkoviska, még mindig ott a labda. És végül a sokadik blokk után kifelé pattan. De még mindig a 16-os vonalánál Jovanovics, ellövi ő is, de mellé megy. Hát nagy tűzi játékot úsz meg. Itt az utolsó úszott meg, itt az utolsó pillanatokban az MTK.
ez volt a legnagyobb helyzet, de Petkovic nagy bravúrral védett, aztán Bakiról pattan el a labda kétszer egymás után. Holman tehát a labda mögött. A 96. perc kezdődik már el. Holman és gól! Az utolsó pillanatban kiegyenlít a Debrecen. És ez a mérkőzés vége. Le is fújja a találkozót Andó Szabó Sándor. Kapott még egy esélyt a végén a Debrecen, és ezzel élni is tud.